A postán kapott drogot már azelőtt lefoglalták a rendőrök, hogy házkutatást tartottak még 2016-ban a bonyhádi férfinál. A rendőrök titkos szolgálati eszközökkel is figyelték az akkor még 20 éves fiatalt, tudták, hogy rendszeresen nagy tételben rendelt kábítószert. Az elfogás után a díler azt vallotta, hogy 14 éves kora óta függő, és korábban volt már büntetve kábítószerrel való visszaélés miatt. Akkor próbára bocsájtotta a bíróság, a mostani ügy vádját pedig ez idő alatt követte el, ez súlyosbító körülménynek számított. A drogokat a családtagjaitól kapott pénzből rendelte, összesen több mint 12 millió forintot kért kölcsön, és a nagyapai örökségét is erre költötte el. A rendőrök tabletták gyártásához szükséges eszközöket is lefoglaltak tőle. A férfi az összes tárgyaláson végig tagadta, hogy másoknak is adott el a szerekből. Az ügyben most született ítélet. A bíróság az első rendű vádlottat halmazati büntetésről 7 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetése, a közügyek gyakorlásától 7 év eltiltásra ítéli. A bíróság az első rendű vádlottal szemben 4.152.855 forint erejéig vagyonelkobzást rendel el. Az ítéletet a vádlott rezzenéstelen arccal hallgatta végig, utána a védőjével egyeztetett néhány percig. Az ítélet tehát nem jogerős, mert a vádlott és az ügyész is kértek 3 nap gondolkodási időt, a férfi addig előzetes letartóztatásban marad.